Átlagosan telt az évvégi ünnepek alatti időszak a ceglédi mentők szempontjából. Nem volt több riasztásuk, mint az elmúlt években. Olyan betegekhez hívták őket leggyakrabban, akik túlették magukat, de jó néhány szívbetegen is segíteni kellett. Napi egy 20-25 feladatot jelent. Ami feltűnő volt, hogy nagyon sok volt a fulladós szívbeteg, lehetséges, hogy ez a szürke szmogos idő, ami itt most egy jó néhány ideig fölöttünk volt, ez azért ezeket a betegeket megviselte. A karácsony elmúltával a szilveszter, illetve az új év első napja adott újabb feladatokat a mentőknek. Ahogyan az elmúlt években, most is részegekhez riasztották őket. Kevés riasztásunk volt konkrétan éjszaka. Már nappal és új év napján is megjelentek azok a részegek, akik ilyenkor mondjuk azt, hogy szokásosan jelentkeznek nálunk. Ami szerencse fiatalkorút nem vittünk, tehát egy nagyjából 20 és 50 év körüli korosztály. Ami számunkra egy picit szokatlan és aggasztó az, hogy ezek közül hárman is igen agresszív magatartást tanúsítottak. Egy ceglédi mentőápoló súlyos sérülést szenvedett, amikor december 17-én egy részeg fiatalhoz érkeztek, hogy segítsenek. A 30 év körüli férfi rátámadt a mentősre, aki még mindig beteg állományban van.